Az országgyűlés a Paks 2 beruházáshoz kapcsolódva hozta létre a közép-dunamenti térséget. Ez három megye 99 települése alkotja. A Duna bal partjáró Kalocsa és további 28 Bács-Kiskun megyei település tartozik bele. Két centrumváros van, ezt ezért tisztázzuk. Nyilvánvaló tudjuk, hogy Pakson épül majd ez a komoly energiaforrás, másik oldal viszont Kalocsa, itt a centrum település az egyértelműen Kalocsa, és ezzel az új térségfejlesztési Rendszer létrehozásával egy új fejlesztési és forrásbevonási elképzelést szeretnénk megvalósítani. Így ehhez kapcsolódóan augusztusban megalakult a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács is, mely a fejlesztések kidolgozásán, megvalósításán, összehangolásán dolgozik. Elindult a fejlesztési koncepció kidolgozása, a megbízott ö, ö, szakemberek már feltártak egy képet, hogy melyek az előnyei és hátrányai. Ugye először tisztában kell lennünk önmagunkkal, mink van és mink nincs. És ehhez képest mit szeretnénk ö, tenni. Most ebben a folyamatban ö, vagyunk. Az összes érintett település már kapott egy felhívást. Épít Kalocsán üléseztünk, a megyei közgyűlés elnöke, aki szintén tagja ennek a tanácsnak. Ö, hívta össze az összes érintett települést, hogy kezdjenek el vizionálni. Tehát egyáltalán, hogy mit szeretnének. Ez nem azt jelenti, hogy az mind meg is valósulhat, de nézzük meg, hogy ebből tudunk-e egy koherens fejlesztési térképet ö, megvalósítani. Sok minden terítékre került, többek közt úthálózatfejlesztés és a bicikli utak felújítása is, utóbbi a biciklis turizmus fellendítése miatt kiemelten fontos. A Duna mindkét töltésvonalán, a Dunán túl és a Dunán inneni korona töltése, Dunaföldvár és a Szexárdi híd között végig kerékpárutat szeretnénk képíteni. Azaz a két hídon megfordulva lehet ezt a nagyon nagy elipszist, mondom így, megtenni, akiben van egy kis energia, és sokan vannak ilyenek, én ennek örülök, már mint biciklis kollégák, magam is hobbi sport kerékpáros vagyok. És erre a nagy ellipszis pályára a rávezető kerékpár út rendszerek tervezéséről is döntöttünk. Bár még a végső határozat nem született meg, terben van egy kalocsát kiskörössel összekötő bicikli út kialakítása is. Lényeges lenne a kalocsát összekötni azonnal kiskörösre, kiskörösel kerékpárúttal, mert úgynevezett ráhordó, gráv vezető kerékpár útra lehet majd fölfűzni utána a szelídre vezető sportturisztikai élményt adó kerékpárutat, illetve hajós Érseki Kastély és Pincefalut összekötő kerékpárútrendszert, rendszert, és ez akkor mind rá jön ide Kalocsa és a Dunaparti rész. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a Kalocsát Paksal összekötő Dunahíd kivitelezése is hamarosan megkezdődhet, már folynak az előzetes régészeti feltárások. Az ide érkező munkásoknak szállást biztosító laktanya felújítása is folyamatban van. Jelenleg a víz- és szennyvízrendszer építési tervein dolgoznak.